Sziasztok, itt az új vlogom, ami igazság szerint egy trailer elemzés lesz. Már nincs sok időnk a 6. évad kezdetéig, úgyhogy vágjunk is bele. Már az első pillanatban azzal kezdünk, hogy Davos és néhány tagja az éjjeli őrségnek, és persze szellem is, megpróbálják megvédeni John holttestét. A következő pillanatban pedig már egy monológot hallhatunk. Azt hittem ő, valószínűleg Mansaderre gondol, az, aki átvezet minket a hosszú éjszakán. De tévedtem. Te vagy az. Itt pedig valószínűleg Johnra. És ez nagy valószínűséggel Tormund fogja elmondani majd a sorozatban. És nézzünk csak szét, mi történik eközben Királyvárban. Jimmy beszélgetésbe elegyedik, nem is olyan békésen a fővelével, majd láthatjuk, ahogy a Tyrell gyerekek szenvednek. Eközben Tyrell nagyúr és Jimmy, gondolom, a kiszabadításukat igyekszik megoldani. Majd pár pillanatig láthatjuk a hegyet is, ahogy hátba döfik, amit ő igazság szerint meg se érez. A Starkok eközben a tanulmányaikra koncentrálnak, mind Bran, mind pedig Arya történetszálán. Érdekes lehet megemlíteni azt is, hogy a mások megjelennek tűzben sétálva ebben az előzetesben. Mögöttük pedig egy fa vagy erdő található, ami nem is olyan izgalmas, de ha azt is tudjuk, hogy szintén ebben a videóban van egy kép arról, ahogy megijed Mira, és egy másik videóban, ahol a 6. évadban használt speciális effekteket mutatják be, láthatjuk ezt a képet, ahol Hodor, Mera, Bran és valószínűleg egy az erdők gyermekei közül menekülnek. Persze ez csak találgatás, de lehetséges lenne, hogy a mások megtámadják a háromszemű barlangját? És most nézzünk szét kicsit, Essoson mi is történik itt? Daenerys-szel igazság szerint semmi érdekes nem történik, letépik róla a ruhát, valamint felbukkan egy új vörös papnő is Mirenbe, aki segítené Daenerys-t a sötétség elleni háborújában. Sansa mindaközben egy valószínűleg északiakból álló sereggel bosszút esküszik bátyagyilkosaira, majd láthatunk egy csata jelenetet, ahol a szabad nép a boltonok ellen küzd, és ahogy a képen is látjátok, egy óriási hullahalom van már sajnos a vadak mögött. Az előzetes legfontosabb személye talán Davos, aki nagyon sokat mondó helyeken áll. Itt egy Stark lobogóval a háta mögött, de kicsivel ezelőtt egy Mormont címer előtt láthatjuk. Úgy néz ki, nagy szerepet fog betölteni az északi urak egyesítésében a boltonok ellen. Újra visszatérnek a sorozatba a vas szülöttei. Nem csak Theon nővérével, Ashával, hanem egy új szereplővel, Aeron Greyjoy-jal is. Az egyik legérdekesebb részből is kaptunk ízelítőt, mégpedig, hogy Jaime vezeti a Lannister seregeket, valószínűleg a folyóvidéken lesz, de Pod és Brienne is Tali zászlók alatt állnak, sőt, Podrickot el is kapja valaki, a kesztyű és a ruha miatt szerintem Bronn lesz az, de hát ki tudja. Brennek fejlődik a zöldlátó képessége, így valószínűleg a múltba, sőt a jövőbe is lát. Itt bizonyára a Tower of Joy jelenet egy részletet árul elénk. Az utolsó, de legalább annyira izgalmas kis részlet ezen a képen látható. Az a lány, aki olyan jól érzi ott magát, az a rabszolga. Amit onnan tudunk, hogy a szeme alá kis könycsepp van tetoválva, és ami olyan érdekessé teszi ezt a részt, hogy mögötte ott az úriember az éjjeli őrség fekete ruháját viseli. Tehát ez egy olyan helyen lesz, ahol vannak rabszolgák, és eljut oda az őrség egyik tagja, valószínűleg szemmel és szegfűvel egyetembe. Én ennyi érdekességet akartam nektek megmutatni ebből az előzetesből, de minden, amit elmondtam, az az én eszmefuttatásom volt, egyáltalán nem biztos, hogy így lesz. Mint tudjátok, Martin mindig rejt néhány csavart. A következő videóm az első rész után fog jönni, ahol megbeszéljük majd, mi is történt abban az epizódban. Addig is kitartást a várakozáshoz. Valar Morghulis.